Szép napot kívánok mindenkinek az online világba. Azért mondtam ezt, hogy online világ, mert egy ilyen időszakot élünk, amikor rendkívül népszerű és kedvelt lett ez az online technológia, számtalan előnyével és a meglévő hátrányával együtt. Gyorsan azért hadd mondjam el, hogy mi az online és a klasszikus kommunikáció között az alapvető nagy különbség. Ugye a klasszikus kommunikáció az, amikor szemtől szembe találkozunk, ott egy időben kell egy helyen lenni mindenkinek, hogy tudjanak beszélni. Az online lehetővé tette, hogy egy időben, de különböző helyen lehetnek az emberek, és mégis tudnak kommunikálni. Az egyik legközkedveltebb, közismertebb online eszköz, ez a mobiltelefon. Sokan nem is gondolják, hogy ez egy tipikus online, ahol emberek úgy tudnak egymással kommunikálni, hogy nincsenek egy helyen, de egy időben vannak, egyszerre vannak jelen. Sőt, már azt is megoldották telefonon keresztül, hogy egy időben, különböző helyen, egy témában különböző emberek tudnak, ilyen konferencia üzemmódban. Ennek az egyik hátránya az volt a telefonnak, hogy nem volt semmi látványelem. Míg a klasszikus kommunikációban azt élvezte mindenki, hogy látom a másikat, rezdülését, megvannak a képi elemek, azaz minden olyan érzékelő csatorna, ami lehetséges, be van vonva a döntésbe, a kommunikációba. Az online-ban ez hiányzott, hiszen például a telefonban nem voltak látványelemek. Ezen segített a technológia, hogy megjelentek olyan online telefonok, ahol képanyagot lehet átküldeni, ezek statikusak. És mégis az embereknek nagyon hiányzott az, hogy egy olyan egy időben működő, gyors kommunikáció legyen, ahol ezek a képi elemek megjelennek, és ebben a videó e-mail az, amik igazából sokat tudott segíteni, hiszen az történt, hogy egyszerre, egy időben több százan lehetnek jelen, a technika rész volt jó voltából, és nem csak hallják egymást, hanem látják, és nem csak statikus képet látnak, hanem egy dinamikus képet, egy mozgó képet. Olyan, mintha egy légtérben lenne két, három, több száz ember, de mégsem egyszerre egy helyen így. Nagyon sok időt is lehetett megsorolni. Az online ebben tudott segíteni, hogy egyrészt összezsugorodott a világ, hiszen a világ bármelyik részén lévő emberrel tudtunk egy időben anélkül kommunikálni, hogy ott kellett volna lenni. Ez azt is jelentett, hogy rengeteg költséget lehet megsporolni, hiszen nem kell elutazni mondjuk Indonéziába, nem kell utazni Békés Csabára, nem kell utazni Pécsre, Pozsonyba, Bécsbe, hogy valakivel tudjak interaktív módon kommunikálni, úgyhogy közben a látványelemek is működnek, hanem ezen a videó e-mail technológiával meg lehet tenni, mind ahogy most is ez történik, hogy én itt ülök Győrben, a kereskedelmi kamarának a székházába, és az ország különböző területein elvileg bárki ezt egy időben nézheti és figyelheti, és ez az, amit érdemes kihasználni mindenkinek, hogyha van egy ilyen technika, az iWoW a kezükben, amelyikkel elérhető, hogy egyszerre sok személlyel tudunk kommunikálni úgy, hogy ő látja ugyanazt, amit a többiek, verseny semlegessé lehet tenni az üzeneteinket, senki nem mondhatja, hogy ő azért, mert vidéki, ő nem kapja meg az üzenetet, azért, mert ő mondjuk más országban van, ő nem kapja meg, ugyanígy egyszerre megkapja. Persze ezt meg kell tanulni, hogy ennek ki kell használni az előnyeit, és számolni kell a hátrányaival. Az egyik hátránya ennek, hogy a teljes kommunikációban lévő érzékelő csatornák közül egy pár nem működik. Tehát mi mindannyian úgy vagyunk, hogy akkor tudunk jól dönteni, hogyha az érzékelő csatornák jelentő eszközei, csatornák összes eszközébe tudjuk vonni, így a szaglást, a tapintást, az érzékelést, az ízlelést. Mondjuk ez ebben nincs, de egy nagyon fontos van, a látvány. Hiszen a döntés segítő kommunikációs eszközökről a látvány az, amely kb. 60-70%-ban tudja segíteni a döntést. A hallással csak a 20%. A fix, stabil képpel az a kb. 30-40%, a mozgó, tehát az élő képpel az a 70%-ig lehet eljutni. Aztán vannak egyéb eszközök, amik kellenek, de hát nem hiszem, hogy tévedek, ha egyszer majd az online technológiában megjelenik az, hogy illatokat lehet átküldeni, hogy ő, olyan, mintha át lehetne nyúlni itt több dimenzióba, és meg lehet simogatni a másikat. De maradjunk mondjuk ennél a fajtán, amit az iWoW produkál, hogy egy időben egyszerre lehet olyan képanyagokat átküldeni, a másiknak a döntését segíti.
Marketingesként hadd mondjam, hogy mire jó egy ilyen technológia. Az egyik az, hogy tudunk üzleti partnereinknek küldeni olyan információkat, híreket képi úton, lehet bemutatót, demonstrációt tartani, prezentációt lehet tartani, amihez nem kell megvárni, hogy mindenki eljön egyszerre, egy helyre. Tehát nagyon sokan találkozom vagyok én is, ahol összehívnak különböző helyről érdeklődőket, és akkor egy valaki elmondja nekik, csak ahhoz az kell, hogy mindenki ott legyen. És ezek utazhatnak néha 100 kilométereket. Ez a technológia, ez nem igényli ezt. Azt egyszer valaki leül a számítógép elé, és leülnek ugyanúgy még 50-en különböző helyen, és egyszerre ugyanaz a képanyag megy, ugyanilyen módon interaktív tud lenni, hiszen ha lehet, valaki tud kérdezni, az előadó mond dolgokat, és a másikak meghallgatják, feliratnak, akár e-mailen, akár hangban tudnak reagálni rá, és ez egy nagyon fontos dolog ma, hogy hogy tudjuk gyorsan és hatékonyan tenni ezt a fajta kapcsolatot. Az IVV-nek ez a technológiában rengeteget tud segíteni, hogy időtakarékossá, és azt is elmondom, hogy költségtakarékossá lehet. Ha valaki kiszámolja, hogy én valaki Győrbe akarok találkozni, akkor ha Pestre oda kell utazni, annak vannak költségei, idő, egy csomó minden, és ha másoknak is el kell jönnie oda, hogy 10 embernek akarom megmutatni, akkor 10 helyről utaznak, 10 helyről jönnek. Ez azt is jelenti, hogy 10-szer annyi költség merül fel. Most például minimális költség merül fel, hiszen ha valaki ezt Csornán, Bécsben, Pécset, Nagykanizsán nézi ezt a felvételt, ezt az adást, akkor ő neki nincsenek ilyen költsége, maximum annyi költsége van, hogy az ideje fordítódik rá, de hát azt elmondom, hogy ez azért egy lényegesen jobb megtérülés. Amire fel lehet használni ezt a technológiát, hogy olyan új információk gyors küldésére, ahol szükség van képi megjelenítése, ahol meg lehet mutatni egy tárgyat, meg lehet mutatni annak a működését, be lehet mutatni azt, hogy a másik hogy tudja használni, be lehet mutatni egy könyvet, egy prospektust, egy terméket. Tehát elég széles a tárháza, elég diverzifikált az, hogy mi mindent lehet megmutatni. Nyilvánvalóan azt még nem tudjuk megtenni, hogy a másik ki tudja próbálni, de hogy látványosan lehet tenni a bemutatónkat, hogy sokkal érzékelhetőbbé lehet tenni a másik jó döntését, közelebb lehet hozni a döntéshez, ez biztos, hogy így van. Amit ez a technológia tud, az, hogy egyszerre egy időben mindenki ugyanazt hallja, és senki nem mondhatja, hogy ő később tudta meg. Tehát ma, amikor a világban gyilkos verseny van, hogy ki az, aki előbb tud meg dolgokat, ezt a fajta versenysemlegességet ez a technológia tökéletesen tudja. Tehát ha megvan hirdetve, hogy délután 4-től lesz egy ilyen videó e-mail konferencia, akkor egyrészt meghallgathatja, és ezt a videó e-mailt, ezt elküldheti ő egy időben, ha épp arról van szó, a 20 000 levelező címére, akik rajt vannak ezen a kapcsolaton, ezen az online kapcsolaton. Ezért érdemes ezt az online technológiát terjeszteni, tudatni mindenkivel, hogyha gyorsan akar egy időben információkhoz jutni, akkor éljen ezzel a lehetőséggel, fordítson erre rá költségeket. Vannak nekem mottoim, az egyik ilyen mottom az, aki sajnálja a tudás megszerzésére a pénzt, zajon számolja a tudatlanság költségeivel, és ez tipikusan az, hogyha valaki sajnál pár eurónyi összeget arra, hogy egy ilyen online, gyors, naprakész, azonnali kapcsolatban legyen, akkor ő nagyon, nagyon sok árat fog fizetni ezért. A másik, hogy ma mindig, mindenütt azért fizetnek a vevők, ha valahol idős forrulunk meg neki. És ha valaki azt kínálja fel az üzleti kapcsolatainak, hogy egy ilyen technológiával rendszeresen tudnak kontaktusban lenni, időt tud neki megspórolni, mert nem kell elutaznia, nem kell várni senkire, akkor ezt az időt ő ki fogja fizetni. Minden ember kifizeti az időt. Egyszerű csak végig gondolni, hogy nagyon sokan azért vesznek autópályamatricát, mert időt tudnak megsporolni, mert gyors forgalmi úton tudnak menni. Azért vesznek nagy, drága autókat, mert gyorsabban tudnak odaérni és biztonsággal. Azért kapcsolódnak rá a mobiltelefonra, azért vásárolnak ilyen készülékeket, mert időt tudnak megsporolni. Emberek azért mennek be
olyan helyekre vásárolni, ilyen nagy hipermarketekbe, mert egy időben sok mindent meg tud vásárolni, és arra érdemes, hogy minden olyan technika, amelyik az embereknek időt spórol meg, azért az emberek hajlandók áldozni. És biztos vagyok abban, hogy lehet találni olyanokat, akiknek fontos az ideje. Ma nem tudok drágább kincset az emberek életében, mint az idő. És ha valaki egy negyed órát tud megspórolni naponta egy ilyen technikával, egy negyed órát tud megspórolni, az azt jelenti, hogy három, és minden nap használja, akkor 365 nap alatt körülbelül 85 órányi időt tud megspórolni, az mondjuk 3 nap. Hát sok embernek a 3 nap az rengeteget jelent. És igaz, hogy nem egyszerre tudunk megspórolni, hanem apró tételekben. És hogyha valaki az üzleti kapcsolataival kiépít egy ilyen kommunikációs kapcsolatot, és azt mondja, hogy na minden reggel, akkor tudunk beszélgetni konferencia üzemmódban, hogy milyen új referenciáink vannak, milyen új termékeink, milyen új alkalmazási módok vannak, és ebben a vevő, az üzleti partner aktívan részt tud venni, mert kérdezni tud, el tudja mondani a véleményét. Szerintem ez a legforradalmibb technológia, ami lehetséges. Ennél már csak egy lesz forradalmi, hogyha virtuálisan is az illető egy térbe kerül, de mondjuk maradjunk ennél, hogy itt tényleg látjuk a másikat, egy időben látjuk a rezdüléseit, látjuk a tekintetéből azt, hogy egyetért nem ért, tudunk korrigálni, tudunk módosítani dolgokat. Én mindenkinek azt javaslom, hogy érdemes ezzel egy ilyen módon foglalkozni, ezzel az IoT technológiával. Persze sok más hasonló technológia megjelent, biztos, hogy mindegyiknek megvan az előnye, az IoT technológiának is megvannak az előnyei. Nyilván van egy hátránya, de hát szerintem az marginális hátrány, hogy ennek van ára, ennek a szolgáltatásnak vannak költségei, de szerintem ha valaki az érték és az árarány nézi, vagy a megtérülést, akkor lényegesen többet tud. Ez sokkal előnyösebb és sokkal jobb. Ezért mindenkinek javaslom és támogatom, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, használja ezt a technológiát, mert nem csak, hogy a kapcsolatokban jó, hanem az egyik leghatékonyabb marketing eszköz. Hiszen a marketingben az, hogy felkeltsük valakinek az érdeklődését, az az első és legfontosabb dolog, ezzel meg lehet tenni, hogy el tudjuk érni azt, hogy közel legyen a beleegyezés a döntéshez, ezzel el lehet érni. Ha megtudjuk, hogy mi az ő véleménye, tapasztalata, ezt el lehet érni, hiszen interaktív a kapcsolat az ezen technológiával, ezzel a technikával rendelkezőknek. Úgyhogy én mindenkinek azt tanácsom, hogy tartson lépést a világgal, tartson lépést a fejlődéssel ezzel, igen, ezzel ezt el tudja érni. Úgyhogy sok sikert mindenkinek.